Szigeti Tamás elmondta, a várható termést illetően a múlt pénteki, majd az azt követő viharok is okozhatnak meglepetéseket. Ugyan a nakhékár elhárító rendszere a tapasztalatok szerint a környékünkön is teljes kapacitással működött, azonban a kánikulának két napra véget vető hidegfront eleve jéggel teli hozta a viharfelhőket. A szakember ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a gazdák kössenek az állam által is támogatott biztosítást, mert a mezőgazdaság egyre nagyobb az időjárási kitettsége, amit az elmúlt napok is bizonyítanak. Mint rámutatott, a kárfelmérés még javában zajlik. A kárbejelentések megtételére a Magyar Államkincstár és a biztosítók felé 10 napjuk van a gazdáknak. A határszemlék alapján az látszik, nem lehet azt mondani, hogy egységes sávban taroltak a viharok, inkább sok kis lokális gócban okoztak károkat, mondta Szigeti Tamás, aki szerint a legnagyobb károkat talán a betakarítás előtt álló repcetáblák szenvedhették el. Van olyan gazda, akinek becslése szerint a várható termés mintegy 50%-át verte el a jég, vagy rázta ki az érett magokat a földre a viharos erejű szél. Annyi már most biztos, hogy lesz terméskiesés a viharok miatt, de ez minőségi problémákat nagy valószínűséggel nem okoz a búzánál. Ugyanakkor az erős szelek miatt több helyen is megdőltek a kalászok, ami hátráltathatja majd a búza aratását is, tette hozzá az agrármérnök. Szigeti Tamás a már ismert és várható termés átlagokról és felvásárlási árakról szólva kifejtette. Az árpa felvásárlási árak döntően attól függően alakulnak, milyen távolságban van a tábla a Dunától, de befolyásolja a mennyiség és a hektoliter súly is. Elmondható, hogy rég nem volt ennyire sikeres éve az árpának, beelőzte a búzát. A termés 7,5-9 tonna per hektár körül alakul, de volt, ahol meghaladta a 10 tonna per hektárt is. Az ára 55.000-60.000 forint per tonna között szóródik. A búzáról szólva elhangzott, a szeszélyesen alakuló csapadék mennyiség miatt egyes helyeken örülnek, máshol pedig bánkódnak a gazdák. Az őszi elhúzódó vetési időszak miatt bőven vannak ugyanis olyan búzatáblák, amelyeken még segíthet is a hétvégi csapadék, mivel vannak még fejlődő állományok, de az aratásra szánt tábláknál inkább hátráltatja a betakarítás megindulását. A jelenlegi mérleg szerint a hosszantartó asszály nem tett jót a búzának, a termés 6-6,5 tonna per hektár. A felvásárlási árak takarmány búza esetében 55-57 ezer forint per tonna, malmi búzánál 60 ezer forint per tonna, az étkezési búzánál pedig 62 ezer forint per tonna. Szigeti Tamás szerint azok a gazdák azonban alig ha bánják a pénteki és az azt követő hidegfrontot, akiknek elég csapadékot kapott a kukorica vagy napraforgó táblája. Az elmúlt héten ugyanis a szárazság és a nagyon erős UV-sugárzás eléggé megviselte a növényeket. Az agrármérnök hozzátette, a szárazság miatt már szinte az egész országban a kritikus 40%-os érték alá csökkent a talajnedvesség tartalma. Az Alföldön és a Kisalföldön 30% alatti értékek is előfordulnak. Emiatt a kamara már a múlt héten kezdeményezte a belügyminisztériumnál a tartósan vízhiányos időszak kihirdetését. Ez azért lényeges, mert ebben az időszakban nem kell vízkészletjárulékot fizetni a mezőgazdasági termelőknek, továbbá vízjogi engedély nélkül bejelentést követően egy alkalommal rendkívüli öntözési célú vízhasználat lehetséges. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy mesterséges vízpótlással, öntözéssel mérsékelhetők legyenek az aszályos időjárás hatásai, mondta Szigeti Tamás agrármérnök.